Amikor az önök javaslatcsomagjáról van szó, én megnéztem ezt, mindig megnézem, és változatlanul az a fő problémánk vele, hogy adottságnak szinte bebetonozott körülménynek veszik a tömeges munkanélküliséget. Az a baj ezzel, tisztelt képviselő asszony, hogy ez önbeteljesítő jóslat. Hogyha eleve magas munkanélküliséggel számolnak, akkor az azt is jelenti, hogy lemondanak arról, hogy küzdjenek ellene, már pedig mi inkább megvédeni szeretnénk a munkahelyeket, és ez óriási különbség a két felfogás között. És a javaslataik között, tisztelt képviselő asszony, van egy sor, ami minden másnál beszédesebb. Azt írják, hogy egyes esetekben akkor is meg kellene kapni a bért, ha nincs munka. Na, ez egy óriási különbség, mert ez egy óriási hátrahasz lenne abban az időszakban, amikor sokkal inkább segélyből érte meg érni, nem pedig munkából, amikor a segélyezés uralkodott a munka becsülete felett. Meg is lett az eredménye, tisztelt MSZP-vel társult jobbikos képviselő asszony, meg lett az eredménye 12%-os munkanélküliség, 12.